Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban a Nemzeti Művelődési Intézetről fogunk beszélgetni, mégpedig vendégem Kis Dorottya, az intézet Fejér megye igazgatója. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a televízió nézőit. Nos, hát ez a társaság egy egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határon túl is átívelő partneri hálózatával mutatkozik be, és tehát ez nagyon-nagyon fontos számunkra, viszont nagyon keveset tudunk róla. Beszéljünk-e az intézményi keretekről, hiszen ez egy innovatív hálózatos szervezeti forma. Igen, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány hozta létre a Nemzeti Művelődési Intézetet, és az Emberi Erőforrások Minisztériumával van egy közszolgáltatási szerződése. Ennek keretében látja el az országos szolgáltató feladatot. 19 megyében rendelkezik megyei igazgatósággal, székhelye pedig Lakiteleken van, egy nagyon szép épület, egy nagyon impozáns, gyönyörű épületet adtak át 2020. szeptemberében. Tehát ez egy bázis szervezet voltak éppen, amely lefedi valamennyi megyét, igen, sőt a határon túl is. A Magyar Művelődési Intézetnek a jogutódja, a Nemzeti Művelődési Intézet néven más formában működik, mert jelenleg non-profit közhasznú Kft. A szervezeti formája, és kiterjedt Kárpát-medencei kapcsolatokat ápol, tehát a határon túli magyar kulturális szervezetekkel is felkarolja. Beszéljünk azokról, mint a projektekről, amelyek lefedik ezt a tevékenységet, hiszen nagyon-nagyon fontos. Először általánosságban, aztán majd hazajövünk. Hát nagyon sok szolgáltató feladatunk van, erről is fogunk akkor beszélni, és ahogy mondtad, jó gyakorlatokat, mint a projekteket valósítunk meg. Ilyen például volt a kapunyitogató program 2015 táján, ami arról szólt, hogy már nem működő, bezárt kulcsos házként működő kis művelődési házak nyissák meg kapuikat, és kezdjék el a közművelődési szakmai szolgáltatást megszervezni. Aztán a Pajta Színház programban is Fejér megyéből is több település is részt vett, Magyar Almás, Kincsesbánya, Sárbogárd, Sár Keresztúr, azt hiszem, akik a Nemzeti Színházban mutathatták be a produkciójukat. Volt egy bűvös bábos program, ami a bábos színjátszás, báb színházi produkcióknak a létrehozását, illetve a báb csoportok működésének támogatását célozta meg. Olvasom itt, hogy módszertani tanácsadással is foglalkoztok a közösségi művelődésben résztvevők segítésére. Ez mit akar pontosan? Hát tulajdonképpen ez a lényege az egész intézmény hálózatnak, hogy szakmai módszertani tanácsadó szolgálatot biztosít. Ennek az a lényege, nagyon sokan szokták kérdezni, amikor ide kerültem, hogy de most akkor hol rendezek én, hol szervezek rendezvényeket, hol vannak a művelődő közösségeink. Tehát a Nemzeti Művelődési Intézet tulajdonképpen csak egy elméleti munkásságot végez. Tehát gyakorlatilag mi magunk nagyon keveset szervezünk rendezvényeket, eseményeket. A lényege a tevékenységünknek ez a szolgáltatás. Ez nagyon sok területen megvalósul. Először is a jogi szabályozások követésében segítjük a kisebb településeket, illetve az összes megyei településnek tanácsadó szakmai napokat szervezünk, és hogyha hozzánk fordulnak, akkor pedig igyekszünk megadni a helyes választ a kérdéseikre. Itt segítünk a közművelődési rendelet megalkotásában, vagy intézmény vezetői pályázati kiírás megfogalmazásában, a pályázat elbírálásában. Segítjük az értéktári munkát, az helyi értéktárbizottságok létrehozását, a minőségbiztosítási munkában egy szakszolgálatot látunk el, illetve a szakfelügyeleti munkát is mi fogjuk össze. Tehát ezek alapvetések mindenképpen, igen, és annál is inkább fontos, mert hogy a megye 108 településen segítsetek ezt a szakmai szolgáltatással. Hogy állunk most a mi településeinkkel, hiszen azért azt tudjuk, hogy helyek közel rend van a városokban, mondhatjuk, viszont a kis településekre alaposan ráfér, én azt hiszem, ez a segítség.
2020. novemberében indult a Nemzeti Művelődési Intézetnek a kulturális közművelődési foglalkoztatási és képzési programja, aminek keretében 88 településre vettünk fel közművelődési asszisztenst, akiknek nagy része képzésben is részesül. Erre azért volt szükség, mert a 97. évi 140-es törvény előírásai szerint 2021-től már a közösségi szinterekben, tehát ahol nem intézmény van, csak az önkormányzat által működtetett szintér, és középfokú szakmai végzettséggel rendelkező szakmai munkatársnak kell lennie. Így ennek a programnak a keretén belül országszerte 2000 asszisztens van, akik nagy része, akinek még nincsen meg a szakképzettsége, képzésben is részt vesz. Egy OKS képzéseket indítottunk, Fejér megyében 2 középfokút és 1 felsőfokút. Tehát a szakmai módszertani háttér rendelkezésre áll. Mi a hétköznapok dolga? Mert az nyilvánvaló, hogy egy rendezvény az mindig ünnep. De hogy képzeljük el ezt a módszertani segítséget? Hogyha megkeresnek bennünket, akkor arra igyekszünk korrekt választ adni. Általában a kollégák, a módszertani referensek felkészültek, a jogszabályi változásokat követik, de hogyha valamiben tanástalanok vagyunk, akkor nyilván tudjuk, hogy hol kell utána nézni, hogy a megfelelő választ tudjuk adni. Hogyha valamilyen változás következik be a szabályozásban, akkor pedig mi magunk tájékoztatjuk a településeket, tehát napi kapcsolatot tartunk az egész megye összes közösségi szinterével, vagy közművelődési intézményével, és mindenről tájékoztatjuk őket. Például most a pandémia miatti járványügyi szabályoknak a változásairól mindig küldtünk ki tájékoztatót, hogy mi az aktuális, fordulnak hozzánk maguktól is kérdésekkel most, hogy ha nyitás van, akkor mit lehet, hogy lehet. Tehát ilyen kérdésekkel keresnek meg minket. Tehát fel kellett építeni egy szakmai koncepciót, amelynek itt olvasom, hogy az egyik legfontosabb eleme, sok fontos eleme van, majd ezekről is szó esik, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok a helyi értéktárat létrehozása. Ez valóban fontos, hiszen azt mondják, hogy a múltban révedezünk, holott azért én azt mondom, hogy az értéktárak rendkívül fontosak 2021-ben is. Hát az értékeket felkutatni segítjük, és azáltal, hogy összegyűjtjük őket, és egy értéktárba rendezzük, ezáltal meg is őrizzük, és az a feladatunk, hogy továbbadjuk az utókornak. Fejér megyében 24 település részesült abban a nem kegyben, hanem abban az elismerésben, hogy támogatást kapott az integrált közösség és szolgáltató terek a programhoz. Ezt hogy képzeljük el, hogyan tudják ezt megvalósítani? Kell-e ebben is szakmai segítséget nyújtanotok? Ez a Vidékfejlesztési Minisztériumnak volt egy nagy pályázata, rengeteg település vette igénybe. A legkisebb településeken is nagyon szépen moderné alakítva megújultak a közösségi szinterek. Nem csak a külső megjelenése, hanem az infrastruktúrális felszereltsége is nagyban javult ezeknek a színhelyeknek. Ez volt az egyik, a másik pedig a mostani KFKP program, amiről beszéltem, pedig garantálja azt, hogy szakmai tartalommal is megteljen legyen megfelelő szakember. A minőségfejlesztés is egy kiemelt cél, ebben milyen segítséget tud nyújtani az intézmény? Próbáljuk segíteni azokat az intézményeket, akik minősített intézmény címre pályáznak a felkészülésben, illetve hát az is feladatunk, hogy ezt a minőségbiztosítási tevékenységet oly mértékben népszerűsítsük, hogy mindenkinek a sajátjává váljon. Tehát nagyobb településen, városokban, megyeszékhelyen, megyei jogú városban azért a szakemberek ugye nyilván erről többet hallottak már, vagy fontosabbnak tartják, mint kis településen, és az a dolgunk, hogy ezt népszerűsítsük. Mit jelent a minőségbiztosítás a jelen időszakban egy közművelődési intézmény esetében? Ez egy folyamatos önellenőrzést jelent tulajdonképpen, tehát van egy ciklikus forgása, hogy megtervezünk valamit, azt végrehajtjuk, megvalósítjuk, és utána értékeljük önmagunkat, tehát van egy visszacsatolás, amikor ellenőrizzük azt önellenőrzéssel, illetve hát a külső partnereinktől is véleményt gyűjthetünk, hogy hogyan sikerült, mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit nem csináltunk jól, és akkor a
következő ciklusban már egy magasabb szintről indulunk, mert ugye törekszünk arra, hogy kijavítsuk a saját magunk által megállapított hiányosságainkat. Működik. És akkor így mindig egy szinten magasabbra kerül a tevékenység. Az eddigi tapasztalataid alapján működik ez a rendszer? Hogyne, természetesen, igen. Az imént említetted a kapunyitogató programot, ez nekem nagyon, én azt mondom, hogy szívügyem, hiszen számtalan olyan települést ismerek én magam is, ahol nincs művelődési ház. Kicsit ez olyan, mint a mi kis falunkban Pajkaszeg. Hogy lehet segíteni a művelődési házak bezárását, illetve újranyitását? Hát most már az önkormányzatoknak kötelező feladata a színteret biztosítani, de nem mindenhol van erre megfelelő épület. Bár ugye az előbb beszéltünk a Vidékfejlesztési Minisztériumnak az IKST programjáról, ahol nagyon sok gyönyörű épület született, vagy megújult, felújították, de van olyan, ahol nincsen erre megfelelő épület, hanem kijelölnek egy színteret. Ez a törvény által megengedett dolog, hogy például akár mondjuk a szélsőséges példa, hogy a kocsmának a hátsó helyisége legyen a kijelölt közösségi színtér. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy ezt egy határozatban kijelölje, hogy na, ez a mi közösségi színterünk. Természetesen általában nem a helyi kocsmában van, hanem a leggyakrabban könyvtár épület szokott lenni, és akkor a könyvtárnak az egyik helyisége van közösségi színtérként megjelölve, illetve olyannal is találkoztunk már, hogy a polgármesteri hivatalnak a házasságkötő nagy terme a közösségi színtér, vagy az iskolának a tornaterme például. Pesovár fivérek óta tudjuk, hogy Fejér megye kincsestára bővelkedik művészeti közösségekben, és az alapvetés ma is. Hogyan tudjátok segíteni azokat az amatőr közösségeket, akik erre bizony rászorulnak mostanság? Hát az önkormányzatoknak a legkisebb településen is feladata az, hogy a művelődő közösségeknek helyet biztosítson és a munkájukat mindenben segítse. Mi pedig a Nemzeti Művelődési Intézet alulról jövő felmenő rendszerű bemutatkozási lehetőséget tudunk nekik biztosítani. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan rendezvények, amelyek erre rászorulnak és folyamatosan meg is teszik. Ez gyakori egyébként? Tehát megszokták már a közösségek, hogy lehet pályázni adott esetben? Igen, hát sajnos most a járványügyi helyzet miatt ugye azért ez háttérbe szorult nálunk is, tehát mindenki tudja, hogy élőben ugye se néptárcsoport, se dalkör, se kórus vagy citera zenekar nem tudott egymással találkozni, próbálni, csak az online térben próbálták a kapcsolatot tartani egymással, de amint teljes nyitás lesz, törekedni fogunk erre. Van olyan, hogy alkotói adott bázis Fejér megyében? Hiszen tudjuk, igen, hogy teljesen széles körű, tehát ezt ti kezelitek, illetve szorgalmazzátok, hogy mindenki jelentkezzék? A tárgyalkotó művészet az a Hagyományok Házához tartozik, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a NESZ hatók körében működik, és ővelük mi szorosan együtt működünk, ez az adatbázis náluk fellelhető. Fontos a jövő, tehát fontosak a fiatalok, de az is nagyon fontos, hogy a felnőtt oktatási programban is részt vesztek, hiszen ez az élethosszig való tanulás támogatása egy kiemelt cél és program. Igen, azt említettem, hogy most 3 OK-i és képzésünk is folyik egyszerre, ahol a megyei igazgatóságnak a módszertani munkatársai is oktatnak, illetve képzési referensek vannak, akik ezekkel a csoportokkal foglalkoznak, a tanulásukat segítik, úgyhogy most ez egy nagyon fontos kiemelt feladatunk, de hogyha nincsenek OK-i és képzések, akkor úgynevezett KABOS, ez a Közművelődési Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott kisebb, rövidebb, 60 órás képzések minden évben indulnak. Ez azért fontos kérdés, mert ugye az nagyon is jól tudjuk, hogy a megye különböző térségei más-más szintet képviselnek ebben. Tehát kiemelten foglalkoztok például azokkal a térségekkel, ahol itt még inkább vannak rászorulók?
Általában búzdítjuk őket, hogy vegyenek részt ezeken a képzéseken. Tehát ezeket nyilván minden felületen, ahol csak tudjuk, meghirdetjük. Aztán rá segítünk személyes rábeszéléssel is, hogy vegyenek részt a képzéseken. Most indult egy amatőr művészeti csoportoknak támogatására egy 60 órás képzésünk. Egyébként az önkormányzatok, tehát a polgármesterek, hivatalok partnerek ebben? Nagyon együttműködőek, nagyon jó tapasztalataim vannak. Mert ez nyilván nagyon-nagyon fontos. Beszéljünk a statisztikákról, hiszen nyilvánvaló, hogy az eredményeket statisztikák tudják bizonyítani. Hogy lehet ezt megszervezni, hogy minden közművesi intézmény, illetve csoport elküldje a maga adatait? Ez a statisztika egy nagyon nagy feladat, a közművelődési statisztika begyűjtése, a megyei igazgatóságok feladata, és akkor van egy országos központ, aki még a megyéktől leadott adatokat is feldolgozza. Hát az a nehézség ebben, hogy nem csak a közművelődési intézmények és szinterek, hanem a bármilyen közművelődéssel foglalkozó civil szervezet, egyesület, alapítvány, illetve akár gazdasági társaság is adatszolgáltatásra kötelezett. Így aztán ez egy nagyon-nagyon nagy munka, de a végeredmény az nagyon hasznos, és a munkánk során nagyon jól tudunk rá támaszkodni, mert ez alapján tudjuk, hogy a megyében hányféle milyen csoport, miben foglalkozó kulturális csoportok vannak, klubok, szakkörök. Tehát ez egy eredményes munka. Egyébként igen. Ez rendkívül fontos minden értelemben. Mennyire együttműködőek egyébként a civil szervezetek úgy általában és az önkormányzatok, ha így együtt vesszük egy csoportba, egy csokorba gyűjtjük? Nagyon jók a tapasztalatok. A civil szervezetek is, önkormányzatok is, a szinterek, a közművelődési intézmények, mindenkivel nagyon jó a kapcsolat, nagyon készségesek, meg úgy érzem, hogy nagyon nyitottak arra, illetve igénylik azt, hogy a segítségünket igénybe vegyék. Ugye ez rendkívül felelősség a tiétek is, és az ott élők számára is fontos ez. És a közművelési intézmények szakemberei látják ezeket a problémákat? Hol tart ebben a szempontból Fejér megye? Szerintem Fejér megye nagyon jól áll országos szinten. Nem is vagyunk egy nagyon nagy megye, már úgy, hogy a település számot tekintve, illetve hát szerintem egy nagyon jól prosperáló régiónak a része Fejér megye, tehát mi a kultúra, a közművelődés területén is jó helyen állunk. A fontos kérdés, ugye beszéltünk már az idősebbekről, de a fiatalok kultúrára való nevelése, ahogy tetszik a közművelődési intézményekben, ez mindennél fontosabb. Tudjuk, hogy felgyorsult a világ, ma már minden az interneten és így tovább dől el, ugyanakkor a kultúra személyes megjelenése pontosan ezért mindennél fontosabb. Figyelmet fordítotok-e erre is? Igen, igyekszünk a legkisebb településeknek is segítséget nyújtani abban, hogy megtartsák a lakosságukat, és ahogy te is említetted, inkább arra kell figyelmet fordítani, hogy a fiatalok ne hagyják el a települést, tehát legyen kedvük, legyen nekik miért ott maradni a saját szülőfalujukban. Ehhez a kultúra, a közművelődés is nagyon sokat tud hozzájárulni, hiszen hogyha van szórakozási lehetőség, van helyszín, ahol összejöhetnek, akkor ott maradnak helyben. Tehát a közösség megtartó ereje egy településnek az nagyon fontos, és a közművelődés eszközeivel nagyon sokat tudunk tenni ezért. Egyetértek, a hétköznapok. Ról beszéltünk mi általában, essék szó az ünnepekről, hiszen azért fesztiválok, különböző ünnepek, azt hiszem, hogy minden településen vannak. Ezeket hogy tudjátok segíteni, hogy ezek megmaradjanak? Igyekszünk minden támogatást megadni szakmailag, hogyha hozzánk fordulnak, hogy hogyan lehet megszervezni egy nagyon mondjuk egy falunap méretű eseményt, rendezvényt, illetve hát ahogy eddig is mondtam, módszertani segítséget tudunk adni.
hiszen sajnos arra nekünk lehetőségünk nincsen, hogy a forrásokat is teremtsünk ehhez, de ötleteket tudunk adni, tehát az is, erről még nem beszéltünk, egy nagyon fontos feladatunk, hogy a pályázati források felhasználását, illetve elérését is segítsük. Ahogy valamilyen pályázat megjelenik a mi szakterületünkön, azt azonnal kiküldjük minden településre, és hogyha segítségünket kérik, akkor segítünk a pályázatok megírásában tehát is. Tehát ez hasznosnak ítélik meg az ott élők is nyilván, ezt a természetesen, és arra buzdítjuk most az asszisztenseinket is, akik a településeken vannak, hogy igyekezzenek minél több pályázati forrást szerezni az önkormányzatok számára, illetve a településük számára, hiszen akkor biztos, hogy elismert lesz a tevékenységük. Beszélnünk kell az elmúlt esztendőről, hiszen ez óriási hátrányt okozott mindenféle értelemben, de a művelődési intézmények körében még inkább mondhatjuk, hiszen a koronavírus járvány miatt jószerűvel minden művelődési intézmény bezárt. Hogy megy az újraindítás, újranyitás? Felkészültek-e vajon erre a települések közművelődési szakemberei? Felkészültek rá, nagyon várták, ahogy említettem, mi adunk nekik tanácsot, hogyha kérnek az ügyben, hogy mi a jelenlegi jogszabályi változás, milyen irányadó útmutatásokat kell követni. Az a tapasztalat, hogy kétféle dolog jelenik meg. Az egyik az, hogy vannak olyan közösségek, csoportok, akik már ott toporognak az ajtóban, és ugrásra készen várják, hogy mikor jöhetnek újra össze. A másik aspektus pedig az, akik tartanak a járványtól, és emiatt még nem szívesen mennek közösségbe. Meg hát ugye tudjuk, hogy a szabályozás ugye azt írja elő, hogy csak aki védettségi igazolványa rendelkezik, az látogathatja a közművelődési intézményeket, de felkészültek erre a szakemberek. Amikor még nem lehetett nyitni, nem lehetett élő találkozókat szervezni a művelődési házak falain belül, akkor abban segítette a művelődési intézet a szakemberek munkáját, hogy jó gyakorlatokat mutatott be, ami jelenleg is nem fejeződött be, tehát ez egy folyamatos online szakmai tér, minden szerdán 10 órakor jó gyakorlat on címmel, www.jogyakorlaton.hu. Olyan gyakorlatokat mutattunk be, hogy milyen online programokat lehet biztosítani. A legkisebb vagy legnagyobb településről is jöttek jó példák, hogy hogyan tudják a közösséget megtartani a pandémia idején is. Igen, hát itt Székesfehérváron is volt példa erre, aki ráindult, ha úgy tetszik, az online térre. Ez megmaradhat? Miként látod? Hiszen én azt mondom, hogy a személyes jelenlétnek természetesen nincs párja, és ez nem pótolható semmivel, ugyanakkor az online tér használata az pedig sokat segít abban, hogy valódi 21. századi közművelési intézmény lehessen egy intézmény. Így van, nagyon azt tapasztaljuk mi is, hogy egy csomó olyan gyakorlat alakult ki, kénytelen, kelletlen a járványügyi helyzet miatt, ami aztán beépül már az intézmények tevékenységrendszerébe. Tehát a rosszból azért hozunk jó tapasztalatokat is, amiket érdemes megőrizni, hiszen mindenki tudta azt nyomon követni, hogy az online tartalmaikat hányszor nézik, kik használják, milyen gyakorisággal, és az derül ki, hogy erre is van egy igény, akkor is, hogyha most már lehet természetesen test közelben is találkozni. Nagyon fontos a közösségnek, a közösségeknek a megtartása, az újra szervezése, a közösségben megélt művelődés, a közösségi létnek a visszahozása a tehát való életben. Tehát ez nem vészel semmiképpen. Tehát mit? A kettő egymást igen, kiegészíti. És egyensúlyban kell tartani, igen. Az meg egy külön felelősség. Mit hozhat a jövő? Mennyire ágyazódott be a kulturális közösségek életébe ez a csapat, amelyet te vezetsz itt a megyében? Én úgy gondolom, hogy a kisebb településeken jobban ismernek bennünket, mint például a megyeszékhelyen. Az előző igazgatót is megemlíteném, Már Zoltán volt, aki
2021. januárjától nyugdíjban van, ezért kerültem én az ő helyére, mert nyugdíjba vonult. Ő nem tudom pontosan most megmondani, hogy hány évig, de nagyon hosszú éveken át volt a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér megyei igazgatója, és őt megyeszerte személyesen ismerték, és mindenkitől személyesen el is búcsúzott, amikor befejezte ezt a tevékenységét. Tehát az a tapasztalatom, hogy a kisebb településeken, ahol jobban igényelték a segítséget, ahol többször keresték meg azért, hogy tanácsot adjon a tevékenységükhöz, a munkájukhoz, ott sokkal ismertebb volt, mint mondjuk a megyeszékhelyen. Most nem maradt más hátra, mint a 108 település közművelődésben résztvevő és közművelődés szerető emberei nevében kívánjak jó munkát neked, munkatársaiddal együtt, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér megyei igazgatója Kis Dorottya volt. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!